videó, most éppen itt vagyunk a Bényi rotundánál, és ezt a rotundát, oké, egy ilyen több elmélet is van rá, hogy mikor épülhetett, mert épülhetett a 10., 11., 12. vagy a 13. században, vagyis eléggé sok elmélet van róla, hogy mikor épülhetett, de biztos, hogy a 9. század után épült, mert akkor... Mert az alapjában igen, mert az alapjában volt egy olyan sír, egy 9. századi sír, vagyis annál később kellett épülnie. Ezt a rotundába ide jártak a helyiek, mert itt a mellette, kb. Olyan 20 méterre tőle volt egy ilyen premontrei kolostor, ami most is áll, és ahova ide jöttek a zarándokok, és akkor itt misészettek. És akkor itt misészettek a rotundába. A helyiek misészettek, ezért van itt meg ez a hely, és hát azért nem egy olyan nagy körtemplom, mert a külső átmérője 9,2 méter, és 1 méter vastag a fal, ami az eléggé vastag, emiatt belül csak 7,2 méter. Szóval belül nem olyan nagy, de ilyen beugrók vannak benne, és hogyha oda beállunk, akkor ott mindig másikba, ott különböző énekhangok szól, máshogy lehet megszólalni. Igen. És mi a neve ennek? Szóval ez ilyen érdekes. Azt tudod, mi a neve? Hát, 12 apostol. Igen, 12 apostol templom. Hát ennek, ezeknek szentelték föl ezt a templomot, és igen, és ennyi. Ennyi. Jó van. Hello video! Hello videó, most éppen itt vagyunk Ipoly Kiskeszin, az Ipoly völgyében, ahol található ez egy újabb rotunda, amiről most fogok mesélni. Szóval ez a rotundát szintén kibővítették egy ilyen szögletes szentéllyel, ami belül félköríves, és a másik oldalán pedig egy hajóval bővítették ki, ahol van egy orgonás karzat, és ahol a hívek ültek. Szóval, amikor mi itt voltunk, akkor látszik, hogy ilyen nyomok vannak a falon, ott látható, és ott is, és éppen felújítás zajlik, de még erre az oldalra még nem jutottak el. De mondjuk nagyon látszik, hogy igényeli a felújítás, szóval igen. És nem vette fel a kamera hangot. Igen, nem vette fel a kamera hangot, szóval most csak így próbáljuk kitalálni, hogy mit mondtattam. És hello videó. Hello videó.